Közös gyöngyfűzéssel hívták fel a figyelmet a ményakrák és a HPV vírus elleni védelemre szombaton a 60-i Tesco áruházban. A Magyar Rákellenes Liga 60-i alapszervezete közös szervezésben az Albert-Schweitzer Kórház egészségfejlesztő irodával országos programhoz csatlakozott. A rendezvény célja egyesült erővel elérni azt, hogy a ményakszűrés ne egy kimondatlan félelem legyen, hanem váljon éves rutinná, továbbá a HPV elleni védőoltás lehetőségét is minél többen mérlegeljék. A HPV elleni védőoltásra lehetőség van 7. osztályos lányoknak, hogy ezt igénybe vegyék, a szülőnek kell nyilatkozni, hogyha kéri a védőoltást. Hát ezt szinte a legnagyobb százalékban majd, hogy nem mindenki kéri. Nagyon ritka esetben fordul elő, hogy egy-két szülő úgy gondolja, hogy nem. Ami még a másik, hogy kezdik most már bevezetni, hogy a fiúknak is lehetőség lesz erre, mert ugye a terjesztésében ők is részt vesznek. A szakember hozzátette, a rendszeres ményakszűrés is nagyon fontos, ezt 25 év fölött minden évben érdemes elvégeztetni a hölgyeknek. Lazányi Jánosné, a Magyar Rákellenes Liga 60-i alapszervezetének elnöke elmondta, arányaiban még mindig kevesen veszik komolyan a rendszeres szűrővizsgálatokat. Ezeknek a figyelemfelhívó rendezvényeknek továbbra is fontos szerepe van a szemléletformálásban. Sajnos még mindig nagyon kevesen, 40-50% megy el a behívásokra, vagy a szűrésekre, viszont 60-ban az iskolákban, hála jó Istennek, egyre több diáknak beadják már az oltást. Többen vannak olyanok is azonban, akik teljes felelősséget éreznek az egészségükért, és rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra is. Természetesen járok, mert számomra nagyon fontos, és mindenkinek szeretném ajánlani, hogy akár nőgyógyászati, bármilyen, ami olyan betegséggel kapcsolatos, menjen, és igenis szűresse magát, mert az egészségünk fontosabb, mint bármi más. A programon felfűzött gyöngyök olyan hölgyekhez jutnak el a későbbiekben, akik érintettek a betegségben. A rendezvényen készített karkötők, láncok az összetartást és a gyógyulásért tett közös hitet szimbolizálják.